Érdemes belenézni a különböző ünnepi statisztikákba, mert abból például kiderül, hogy továbbra sem jött meg az emberek esze. Ragaszkodnak a gazdag Jézuskához, akkor is, hogyha járványos nehéz időszakot élünk. Évről évre egyre többet költenek karácsonyi ajándékra a családok, és ez világszerte jellemző, megfigyelhető. Na de nézzük az amerikaiakat. Ők ilyenkor átlagosan 850 dollárért vesznek ajándékokat, a gyerekekre nagyjából 100-200 dollárt költenek. A legtöbben ruhákat, kozmetikumokat, ékszereket, játékokat, könyveket és elektronikai cikkeket nézegetnek, de népszerűek az ajándékkártyák, és sokan kapnak készpénzt karácsonyra. Míg az európaiaknak csupán 10%-a vásárol hitelből a szeretteinek, addig az amerikaiak 21,5%-a adósodik el a karácsonyi bevásárlás miatt. Vannak azért olyanok is, akik egyáltalán nem vesznek ajándékot, állítólag a magyarok harmada, és az amerikaiak 11,5%-a. A legszebb mégiscsak az, hogy ilyenkor átlagosan a nők állítólag 20 órát töltenek ajándékvásárlással. Garantálom, hogy ez nálam nem lesz ilyen hosszú. És aki kíváncsi az itteni kínálatra, szereti a vásárlós videókat, az most tartson velem. Ki vannak rakva a termékek, mindent ugye meg lehet próbálni. Ez például 240 dollár. Sminkes paradicsom. Ezt aztán lehet válogatni. Olyan akciók vannak, hogyha a megadott értékben vásárolsz, akkor megkapod pluszban az ilyen csomagokat, például 40 dollárért. Minden márkánál ez van. Bármilyen kozmetikumot, parfümöt veszel, akkor 15% engedmény a csomagárakból. Tényleg mindenféle. 168, 99, hátításka is. Ötven százalékkal árazva. 89 dollár, gyönyörű. Michael Kors 99 dollárért. És rengeteg változata van. Meg más modellek is. Ez 25%-os engedménnyel. 110 dollár. A magas szárú 150. Amiért én most a Macy's-be beugrottam, az egy parfüm, amit nagyon szeret a férjem. Tudom, hogy az a kedvenc illata. A Chanel Blue, azt keresem. Én online megrendeltem a parfümöt, és azt hittem, hogy itt tudok hozzávenni pluszban krémet, de csak szedben van. Akkor tudok nézni esetleg valami mást még, plusz pólót, pulóvert. Most a férjemet majd jól letiltom ennek a videónak a megnézéséről. 60 dollárba kerülnek a pólók. A pulóver is 60 dollár. 148 ez a kapusznis. A Macy's az három szinten van, és a legfelső a lakberendezés. Diszkréten szólnak a karácsonyi dalok a háttérben. Lehetnék venni karácsonyi dekorációt, takarókat, párnákat, vagy éppen az ünnepi ruhákat. 22 dollár.
És ha valaki karácsonyi ágyban szeretne aludni, a gyerekeknek is. Családi pizsama szettet. Nézzük meg, hogy milyen ünnepi díszek, dekorációk vannak, milyen a kínálat. Egy másik videóban már említettem nektek, hogy itt ugye a hálaadással indul az ünnepi szezon, és akkor elkezdik feldíszíteni a fákat. Advent kezdetétől teljes karácsonyi őrület van, nem csak az otthonokban, hanem az üzletekben is, ott már jóval korábban elkezdődik. Ilyenkor már minden feldekorálva, ünnepi fényárban. Amikor az Instagramomra kiraktam pár fotót a karácsonyi égőkről, akkor sokan írták, hogy micsoda pazarlás. De hát nyilván ezek már energiatakarékos fényfüzérek, akár időzítővel. Nekünk azért lesz különleges ez a karácsony, mert hogyha az ünnepig nem zárnak le mindent, és az anyukám repülőre tud ülni 21-én, akkor ez lesz az első karácsony, amit velünk tölt. Úgyhogy én most miatta is próbálom minél ünnepibbé varázsolni az otthonunkat. Mert nagyon várják az unokák, és persze mi is. És hogyha megérkezik, akkor már együtt tudunk sütni, főzni, készülni az ünnepre. Szépek nagyon, de igazából már fogyóban a készlet, mert tényleg ezek már az utolsó eladatlan darabok. A szebb dekorációkat szerintem már elvitték. Az amerikaiak 60%-a már december előtt elkezd vásárolni. Úgyhogy ezért vannak ilyen üres polcok. Maradtak az eladatlan holmik. Már el is kezdték leárazni a karácsonyi dekorációkat, most már fél áron vihető. Talán nagyobb szerencsével jár az, aki elmegy ilyen karácsonyi üzletekbe, mert hogy van olyan is, speciálisan az ünneppel foglalkozó, ahol csak karácsonyi termékeket lehet kapni. A gyerekek most jöttek ki a suliból, és megkértem őket, hogy mutassák meg, hogy mi lenne nekik az álom ajándék. Hogy minek örülnének karácsonyra. A Target minőséget azt azért kedveljük. Ezek nagyon népszerű termékek, a dermarollerek. 7 dollárba kerül. Ez szájra, ez arcra. Sok naturál természetes termék. És a különlegességek, amiket például lehet kollégáknak, barátoknak venni. A férjem nagyon szereti ezeket a Harry's termékeket borotválkozáshoz. És most 15 dollárba kerül ez a szett, amiben benne van a borotvahab, a hűsítőgél, a borotva maga, plusz pengékkel. Professzionális hajvasaló, hajsütő. 80 dollár. Ez itt 61. Mehetünk a játékhoz. Csak egy picit körbenéztem, leragadtam néhány sorban. Mirinek nagyon tetszik ez a bicikli, de nem is rózsaszínben választanád, nem? A kék. Ami fent van? Nem tudjuk, hogy melyik az ára. Vagy hol van az ára. Ez a...
egyetlen árat találtam csak itt, az a 289, de hát ez egy teljesen másik fajta bicikli. Jók, nem? Ezek a te méretedben vannak, ezek a baseball ütők. $20 és $30 között a kesztyű is. És ezt találtam így gyakorláshoz, a labdával együtt. $11. Nézd ezt! $36. A hoverboard az mindig csuk lesz. $230. De ezt tudod mi? 4 játék egyben. Lehet rotálni, cserélni. Ó, az itt van ez. Uh-huh. Ez mind benne van. Itt a könyvek között kiszúrtam egy kis csemegét. A McCartney család receptes könyve. Most jól néz ki? Hol van Paul? Paul McCartney. Gondoltam, hogy vannak családi fotók is benne. Találtam egy újabb Stranger Things könyvet. Nekem már megvan a Max-os, ez pedig a Robin. Mennyibe kerül? $18. Itt az Inna Holmes, már megnéztem a mozit, Millie Bobby Brown. És basically ilyen detective-os. Egy krimi? És ezt szeretnéd elolvasni? Igen, mert már láttam a mozit. Ő a testvére Sherlock Holmes. Oh, ez is $18. Ennek a könyvnek is nagyon örülnék, én meg a barátom imádjuk. Videójáték, nem? Szörnyet kell nevelgetni. Most van a film a mozikban Lady Gaga-val. Az Oscar díjas színésznek az önéletrajzi könyve. És ennek a könyvnek pedig én örülnék, ugyanis ő a kedvenc újságíró műsorvezető. Örök sláger. Harry Potter-es Lego. Megoldatlan bűnügyek? Ez egy társas játék? Igen. Ez jó, ez tetszik. Uh-huh. Lehet nyomozni $27. Ez egy állatkert. Ez is nagyon nagy karácsonyi sláger. A gyerekfényképező egyben a nyomtatóval. Igen, mami, ez néz milyen szép. Ez vagy a fehér, vagy a kék, de nem az a kék. De nézd ezt, milyen cuki. Ez van. Ez a nyomtató hozzá. Nem van itt, mami. Így szedben $80. És van benne extra. Csak hát ez a szín nem rossz, de... És látjátok, mit szeretne? Ajándékkártya. Ilyet? Rugaxosat? Igen. 60, helyett most 45. Megtalálta végül. Ezek a figurák valami videójátékból ismertek? Igen. Az micsoda? A Nintendo Switch volt, ez az Animal Crossing. Annak itt láttam a... Nem tudom, a konzolját, hogy mi ez? Annyira nem értek hozzá. Itt van. Ez maga a játék? Igen, és ez csak ez. Pluszban meg kell venni a játékokat hozzá, ami ilyen $60. Tehát darabonként a táska is $50, a játék is. A kártyák. Ez több $100. Alberto a héten már meglepte magát egy tévével. És a gyerekek még nem tudják, de a nagyszülőktől kapnak a szobájukba egy-egy saját, ilyen kisebb tévét. Az otthoni énekléshez $80.
ha valaki zongorázni szeretne tanulni, az $170, a gitár pedig 134. A kedvenc labdarendező párosomtól. Hát mindenük nagyon cuki, imádnivaló. Egyedi. Úgyhogy nekem tőlük bármi jöhet. Mondjuk a férjem nem annyira kedveli, mert hogy neki túl texasi rusztikus. Jobban kedveli az elegánsabb stílust. Látjátok, nincsenek annyira tele az üzletek, tényleg az amerikaiaknak több mint 60%-a teljesen online veszi meg a karácsonyi ajándékokat, nem megy boltba. Ebben az óriás dobozban ilyen spa készlet van, tehát fürdőköntös, papucs, lábápoláshoz, krémek, minden igazából. $30 kerül, és a kisebb változata, amiben persze kevesebb dolog van, az $10. És a férfiaknak is van spa készlet, $25. A táskákra is nagy kedvezmények vannak, az eredeti ára majdnem $200, és most 70. Ecsetek $20, mellette ez $25, tartóval együtt $20. És van belőle olcsóbb kategória is. Szemöldökhöz készlet $5. Ezeket a szemfestékeket megveszem az anyósomnak, mert ő tudom, hogy nem nagyon választ magának kozmetikumokat, viszont szereti használni azokat, úgyhogy meglepem én vele. $10 kerül darabja. Ez $15, itt egy kisebb $10-ért, ehhez is tartozik egy plusz. Az anyukámnak pedig nézek itt poncsókat a hűvösebb reggelekre. Nem tudom, hogy miket pakol a bőrönbe, de ugye nyári holmikkal érkezik, az biztos. $15-$20 közötti áron vannak. Próbálok olyat, ami neki tetszene, az ő korosztályának való. Vannak ilyen karácsonyiak is. Ez például $20. Ilyen kis szaladgáló cipő neki itt, mert sokat fogunk kirándulni. Ez $20 kerül. 30. Ez 35. Az biztos, hogy hazáig szaladna egy ilyet, megvennék neki. Szerintem megtaláltam neki az ideálisat. $13, nagyon jó ár, kis puha. $25. A kisfiam 3 nap után lerúgja az iskolában a cipőknek az órát, szerintem a padot rugdossa. Úgyhogy veszek neki 2-t, egy olcsóbbat, ez $17, és akkor váltónak pedig itt van ez $30-ért, mert szerintem jobban örülne valami játéknak, de hát nyilván majd azt is kap. A kis űrhajósoknak egy teljes készlet $10-ért. Van kalózos szett, katonás. Mondjuk ezt is imádnám, 6 különböző tematikájú legós készlet egyben. Figurákkal együtt. Ez is jó. $25. Szívem szerint mindegyiket hazavinném. Ez ilyen jó kis vendégfogadó, 6 darab tál, így egyben. $15. És van ez a változata is. Ebből rögtön 2 is választottam, mert szerintem az anyósoméknak is nagyon jó ajándék. És az apósom kap hozzá egy ilyen asztalon forgatható, szintén szervírozó
táblát. Telerakhatják szalámival, sajtokkal, dióval, és jöhetnek a vendégek. Tényleg vannak jó pofa dolgok. Az apukáknak a flaska 2 pohárra 8 dollárért. A baráti pálinkázáshoz frences készlet. Itt vannak az óriás Mikulás zsákok, amit aztán persze bármire lehet majd használni utána. Ezek ilyen téli estékre kényelmes férfi alsók. Van Tommy Hilfiger, Friends, de akár Michael Korsos is, vagy a klasszik karácsonyi. És nagyon-nagyon finom anyaga van. Az amerikai zászlós grillkötény 8 dollár, a sörsapka 13 dollár. Letiltom a családot ennek a videónak a megnézéséről. November vége óta ilyen kis lerakatokban már meg lehet venni a fenyőket, aki igazi fenyőt szeretne. Vannak ajtódíszek is. Már csak az illatok miatt is jó volt ide bejönni. Ezek 60 dollárba kerülnek. A nagyobbak 70 dollárért. Kis közepes 45 dollár. Ezek a koszorúk 14 dollárba kerülnek, ami nagyon jó ár, sokkal olcsóbb, mint műanyagban megvenni. És ezt azért otthon még lehet dekorálni díszekkel. A legnagyobb fenyők 100-120 dollárba kerülnek. Lehet itt cserepesben is venni. 95-ben kerülnek a Mikulás virágok. A fenyővel még várok, viszont ezt a kis gyönyörűséget hazaviszem, és akkor elkezdem felfuttatni a kerítésre. Százalékos engedménnyel. Ezek 35 dollárba kerülnek. $80. $150. $80. A $850, amit az amerikaiak terveznek elkölteni, átlagosan abból 6-7 embernek vesznek ajándékot. A kollégáknak nyilván kisebb értékben, a szeretteiknek viszont értékesebb holmikat keresnek. A családnak olyan 100-200 dollár körüli értékben. Tehetősebbek nyilván többet költenek. $45. $30 a pulóver. A melegítő alsó is ugyanannyiba kerül hozzájuk. Ez az üzlet olyan, ahol szép minőségi termékek vannak, luxus márkák is. De nem csak a jó módúak járnak ide vásárolni, hanem azok is, akiknek nem olyan vastag a pénztárca. Mert nagyon jó leárazások vannak. Ez a bőrnadrág például most 50%-kal van. $50 megvehető. $228 a táska. És 70 a cipő. Azt mondja, hogy nagyszerű ajándék. Ezek tényleg szépek. 295-ről van most 150-re leárazva.
Már inkább nőket látok magam körül vásárolni, mégis azt olvastam, hogy a férfiak azok, akik drágább ajándékokat vesznek. Ők átlagosan 725 dollárt költenek karácsonykor. $1000 Gucci pulóver. Tényleg nem volt 20 órás a bevásárlás, ahogy ígértem. Remélem nem fáradtatok el. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!